Rögtön az első beszélgetésünk címe nem más, mint őrizzük meg az egészségünk. Na de hogyan? Mi a kulcs ezzel kapcsolatban? Arra keressük most a választ. Itt van már velem a stúdióban Kalotai Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Mindig öröm idejönni. A mai beszélgetésünknek ugye ez a címe, hogy őrizzük meg az egészségünket, de belepillanthatunk ugye a magazinunkba is, a műsorfüzetünkbe, ahol pedig az egész nap mottója az, hogy épp testben, épp lélek. Mit gondol erről itt? Mi a kapocs a kettő között? Én azt hiszem, hogy minden ember, aki a világban tájékozott, és aki a világban mozog, az gondol arra ifjú korában is, hogy meg kell élni azt, hogy valaki hosszú ideig élhessen. És ahhoz, hogy megélje, ahhoz nem elég csak a testével foglalkoznia, a lelkével is kell. Nyitott lélekkel, őszintén, mások szemébe nézve, és bátran vállalva mindazt, amit saját magának célt tűzött ki, az egy nagyon szép eszme és nagyon szép gondolat. Feltétlenül javaslom mindenkinek, hogy nyitott szívvel, őszintén beszéljen minden gondjáról, barátainak és főleg családjának. Én ezt úgy képzelem el, mint egy ilyen klasszikus mérleget, de hogy annak valahogy folyton egyensúlyban kellene lennie ugye a test és a lélek kapcsolatának, mert ha egyik irányba is kibillen, akkor már, sőt, inkább csak lefele tud kibillenni, nem? A legnagyobb baj az, és valljuk meg őszintén ebbe a rohanó világba, a legnagyobb baj az, hogy nem érünk rá saját magunkkal foglalkozni. Azt mondjuk, hogy nem lényeges ez, és rohanunk tovább. Én nagyon tisztelem és becsülöm mindazokat, akik a házasságban meg tudják tartani azt az egyensúlyt, amiről éppen itt az előbb beszélgettünk. Hiszen a házasságban egyenlő felek vannak. És ha bármelyikük is azt érzi, hogy hátrább van, hogy el van nyomva, az nem csak a lélekre, hanem az egészségre is rányomja a bélyegét. Én állítom, hogy az egészséges élethez hozzátartozik az egészséges egyensúly, amiről az előbb beszéltünk, a lélek egyensúlya. És ez kiterjeszthető arra a területre is, hogy olyan hobbikat vállalok föl magamnak, ami a házastársamnak, a családomnak nincs terhére. Én például nagyon örülök annak, hogy többen horgásznak, kirándulnak, és azt mondják, hogy akkor a feleség hátra van szorítva. Nem. A szabadban nyugodtan ott ülhetnek a stégen, akár ketten is. De ha nem a stégen ülnek, hanem az egyikük a stégen van, másik a gyerekkel sétál a tópartján, hiszen szabadban lenni, a természetben lenni csodálatos dolog. Meg aztán micsoda öröm abból a kihorgászott halakból, aztán mondjuk egy jó kis halászlevet főzni, nem? Vagy sült halat. Én nem vagyok ennyire vadász ember. Én el tudom képzelni azt is, hogy kifogja a halat, rettentő nagy öröm, fényképezgetés egyéb, és utána visszadobja. Az is egy másik módszer. Hiszen nem biztos, hogy valaki a vadász szenvedélyét éli ki, hanem inkább az élményt, az, hogy túl tudtam járni a hal eszén azzal, hogy megcsíptem őt, de aztán visszaadom a természetnek, mert hiszen nincs ennyire szükségem. Persze magától érthetődik, hogy vannak olyan lehetőségek, amit egy horgásznak ki kell használni. Nézzük meg, hogy őrizzük meg egészségünket. Önnek mi a tipje erre, vagy ön mi alapján próbálja megőrizni az egészségét? Vannak ilyen kulcs gondolatok? Én már elég idős vagyok ahhoz, mert már nem mondom, hogy öreg, de elég idős vagyok ahhoz, hogy végig gondoljam, hogy mi az, amit elrontottam, és mit lehetett volna jobban. Természetes, hogy az ember életében mindig vannak olyan pontok, amikor a kényelmet, a nyugalmat jobban szeretné biztosítani saját magának,
valljuk meg, lustaság is van ebbe egy kicsi, és akkor azt mondja, hogy hát eddig futottam, de most már nem, hanem inkább akkor pihenek. Én mindenképpen szeretném fölhívni valamennyiük figyelmét arra, hogy a mozgás az hozzá tartozik az ember életéhez. És a pihenés, az aktív pihenés legalább olyan fontos, mint amikor arról beszélünk, hogy jaj, most ki akarom pihenni magamat. Gyönyörű lehetőségek vannak arra, hogy az ember szebbnél szebb tájakat ismerjen meg, és csak egy jó cipő kell hozzá, egy bérlet, egy rövid utazásra valahova vonattal elmenni, uram, bocsá, autóval fölgurulni valahova. Akkor ezek szerint a mozgás az egészségünknek a kulcsa? Igen, igen. Én állítom, hogy attól a pillanattól fogva, hogy elkényelmesedünk, elfekszünk, most én pihenni akarok, és az csak abból áll, hogy fekszem. Természetes, hogy azok, akik egész héten fizikai munkát végeznek, azoknak ki kell pihenniük magukat. De ma már egyre kevesebb ilyen ember van, aki a szakmájában fizikai, nehéz fizikai munkát végez. Természetes, hogy vannak. De azok, akik ülő, uram, bocsá, órákon keresztül egy képernyőt figyelő munkakörben vannak, vagy bármilyen irodai munkában vannak. Tessék felállni a székről, mozogni, sokat mozogni, jönni, menni. Én most itt az előbb egy kicsit megtekergettem a bokámat, hát olyat roppant, úgyhogy néha én is, sőt nem néha, mindig elszégyellem magam, amikor önnel beszélgetünk, mert hogy én is ilyenkor lelkiismeretvizsgálatot tartok, és rájövök, hogy azért viszonylag mozgásszegény életmódot folytatok. Igen, mert olyan munkakört végez, ami nagyon sokat kell üljön, sokat kell egy helyen tartózkodjon, és ki kell használni azokat a lehetőségeket, amikor meg tud mozdulni az ember. Én nagyon javaslom mindenkinek, hogy a családjával együtt hosszabb kirándulásokra, túrákra menjen, de erre természetesen föl kell készülni. És önök is túráztak egyet nem olyan régen, Út az egészséghez címmel. Hova és honnan vezetett ez az útvonal? Mi ennek a különlegessége? Ez egy nagyon érdekes lehetőség, és én mindenkinek javaslom. A Szent Ferenc Kórház szervezett egy olyan egészségtúrát, ami a szív megmozgatásával és a szív, illetve az érrendszeri betegségekben küzdőknek is javasolják. A Hárshegyen van ez a Szent Ferenc Kórház, nagyon könnyen megközelíthető a Moszkva térről, és a kórház gyógytornászai végig kísérnek bennünket ezen a kiránduláson. Legutóbb a Gyógyulj Velünk Egyesületről... Szép kört mentek, most mutatom a térképet is a kedves nézőknek. Hány kilométeres ez? Ez 5,6-5,5 kilométer, tehát durván 2 óra, mert hiszen szintkülönbségek vannak, de le lehet csípni belőle. Tehát akik nem szokták meg ezt a hosszabb kirándulást, azok egy rövidebb túrát is igénybe vehetnek, ahol a gyógytornászok lemérik az illetőknek a szívritmusát. Igen, itt egy táblázatot is találunk rá, hogy az életkorok szerint milyen az ideális pulzusszám, és lehet akkor jegyzetelni is magunknak. Sőt, a velünk együtt kiránduló, mert hiszen keddenként szervezett kirándulást bonyolítanak ők reggel 9 órakor induló időponttal, és ezen az útvonalon haladnak végig. Gyönyörű maga az útvonal, nem nehéz, tehát útközben többször megállnak, pulzust mérnek, ha olyan szívbeteg van, akinek valamilyen egyéb betegsége van, akkor megfigyelik, gyógyszerrel ellátják. De ez a legegészségesebb, amikor a friss levegőn az erdőbe, a természetben sétálunk. És hát a budai hegyeknél többet nem kívánhatunk, hiszen egy olyan park áll rendelkezésünkre, ami nem csak sima, hanem megerőltető. És valljuk meg őszintén, a tüdőnek ne a felső részét vegyük igénybe, mert hiszen amikor kapkodjuk a levegőt, akkor csak onnan veszünk, hanem jó mélyeket lélegzünk. És amikor a hegyre fölmegyünk, ennek pont ez az előnye.
És nem véletlenül mondtam az előbb is a kirándulást, a túrázást, hiszen nagyon fontos az, hogy a teljes tüdőnkből lélegezzünk. Mi lesz a következő programjuk majd a Gyógyulj Velünk Egyesületnél nyáron? A pihenésé lesz a főszerep, vagy ilyenkor sem állnak meg? Hát egy kicsit azért lazább a nyár, valljuk meg őszintén, hiszen a betegtársaink nagy része, hál' Istennek, egész életet él, és indul a családjával együtt ide-oda nyaralni. Az őszre mindenképpen tervezünk egy olyan bükki kirándulást, amikor szintén a hegyekben sétálunk egy nagyon jót, és megnézzük az egyik legszebb gyöngyszemét a bükknek, ugye Egert, és Szilvásvárad környékét, tehát oda tervezünk egy kirándulást. Bízunk benne, hogy addigra a természeti katasztrófa már valamennyire rendben jön, hiszen ugye ezek a nagy esők ott is gondot okoztak. És tervezzük mindenképpen azt, hogy a betegtársainknak olyan előadásokat szervezünk, ami a meglévő betegségüknek különböző hatásait, azokat érzékelik, és észreveszik azt, hogy ez természetes, ez vele jár, ez az a bizonyos utógondozás, amiről az egyesületeknek nagyon fontos, ami az egyesületeknek nagyon fontos területe, hiszen a prevenció, a betegség alatt a betegek kézenfogása és bátorítása, és a betegség végén a gyógyuláshoz vezető út, és hogy nyugodtan mondhassuk azt, és nyugodtan mondhassuk azt, hogy tünetmentesek vagyunk, hiszen a beteg embernek az egyik legnagyobb gondja az, hogyha a lelkével foglalkozik, csak hogy jaj, Istenem, most mi lesz velem? Nem, tessék tudomásul venni, túl vagyunk a betegségen, vagy legalábbis pillanatnyilag úgy érezzük, hogy minden rendben van, és éljük tovább a teljes életünket. Akkor ehhez kívánunk Önöknek sok erőt. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy ismét eljött hozzánk. Nagyon szívesen, és bármikor, hogyha a nézőket érdekel, vagy érdekli, akkor beszélgethetünk olyan témákról, amelyek közösek, és lényegében a lelket is, és a testet is erősítik. Így legyen, köszönjük szépen.